Szeretettel köszöntünk mindenkit, és országjárásom során ezúttal Szentendrére érkeztem, ebben a gyönyörű választókerületben. Itt áll mellettem a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje, Pál Béla, aki budakalászi lakos, 2014-től 2019-ig önkormányzati képviselő volt, és szerencsére ő is egy olyan szektort képvisel, vállalkozóként, cégvezetőként, akik különösen fontosak voltak eddigi számunkra, de most az új világrend árnyékában, a koronavírusra hivatkozva egy olyan világot akarnak felépíteni, ahol a magyar kis és közepes vállalkozásokat még inkább háttérbe fogják szorítani, ezért még fontosabb az, hogy legyen képviseletük a Magyar Országgyűlésben, és ne a multikat támogassa a kormány, mint hogy azt jelenleg is látjuk ebben a válságos időszakban, hanem a magyar vállalkozásokat. Ezért örömmel jelenthetem be, hogy ismét olyan jelöltet találtunk, aki cégvezetőként maga is találkozik a magyar vállalkozásokat sújtó problémákkal. Én át is adom akkor a szót ezúttal neked, itt Szentendrén, ebben a gyönyörű választókerületben, amely egészen Visegrádig húzódik, és egy pár szóval kérjük, hogy mutatkozz be másoknak is. Három ügyet szeretnék megemlíteni, ami a körzetemet sújtja. Egyrészt a közlekedés, a közbiztonság és az önkormányzatiság. Közlekedéssel kezdem. Ugye az elmúlt 11 évben kb. 30%-kal növekedett a körzetemben lévő települések lélekszáma. Sajnos ez nem annak köszönhető, hogy a gyermekvállalási kedv nőtt, hanem sokan ide költöztek a körzetbe. Természeténél fogva, minél több ember lakik a körzetbe, annál nagyobb lesz a forgalom. A települések szerkezete komoly gondot okoz mind a belső forgalom kezelésére, az átfolyó forgalmat pedig már kezelhetetlen szinté nőtt. Úgyhogy két dolgot lehet ilyenkor tenni, vagy elkerülő utakat lehet építeni, amit ugye a Pilisből adódóan nehéz megvalósítani, vagy pedig a közösségi közlekedést kell fejleszteni. Erre már elkészült bizonyos programpont, ezt részletesen később fogom bemutatni. A másik a közbiztonság. Ugye minél többen vagyunk, annál több közbiztonsági feladat vár a rendőrségre. Utolsó információm szerint kb. 20 rendőr hiányzik a körzetből. Az, hogy ők nincsenek megfizetve, ez a mindenkori kormánynak a felelőssége és a bűne. Mi annyit tudunk ebben segíteni, hogy megpróbáljuk a röghözkötést elősegíteni. Nevezetesen Szentendre határába van egy volt orosz laktanya, talán a fecskefészek program keretében lehetne nekik lakhatást biztosítani, így elősegítve a röghözkötést. A harmadik téma pedig az önkormányzatiság. Egy nagyon rossz tendencia indult el évekkel ezelőtt, mikor csak bizonyos feladatkörök ugyan ott maradtak az önkormányzatnál, de a döntés központosítva lett. Kezdődött ez az építésügyekben, amikor itt Szentendrén fogják eldönteni azt, hogy Budakalászon milyen ház épülhet, ami lehetetlenség. Nem tudja, hiába végzi jól a munkáját a szentendrei intéző, a helyi sajátosságot csak az önkormányzat ismeri. A másik pedig az adóelvonások. Ugye tavaly történt egy nagyon rossz döntés. Nehéz így költségvetést csinálni bármelyik önkormányzatnak, mert ugyan a költségeket ő nagyon jól ismeri, de a bevétel bizonytalan. Félek attól, hogy ez inkább szimpátia vagy politikai döntés, hogy melyik önkormányzat mennyit kap vissza. És ennek van még egy folyamánya, hogyha a kiadásainkat ismerik az önkormányzatok, de nem tudják a forrás oldalt biztosítani, akkor megint elkezdődik a parcellázás, ingatlan eladás, még többen költöznek ide, még nagyobb lesz a forgalom, és akkor ez egy mókuskerék. Úgyhogy a programunk erről fog szólni, ezeknek a pontos részleteit majd egy következő sajtótájékoztatótól fogom kibontani. Én pedig zárásképpen annyit, hogy folytatom az országjárást, és sorban mutatjuk be országgyűlési képviselő jelöltjeinket, akikre nagyon büszke vagyok, nagyon köszönöm neked is, Béla, hogy itt vállalod a harmadik út képviseletét, hiszen azt gondolom, hogy történelmi időket élünk,
itt az új világrend kialakulása közben, ezért rendkívül fontos lesz a jövő választás, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elsőként a Mi Hazánk mozgalom tudja az ország minden pontján bemutatni kiválóbbnál kiválóbb hazafiak személyében az országgyűlési képviselőjelöltjeinket.